A II. Világháború az emberiség történetének legnagyobb és legtöbb halálos áldozattal járó fegyveres konfliktusa volt. Kezdete az 1939-es évekre tehető és 1945-ben ért véget. Szeghalmon a Mundérbabuj történelem címet viselő kiállításon a II. Világháború tárgyi emlékei is felfedezhetők. Ide látogatott el a közelmúltban a körösladányi Szatmári János, aki részt vett a háborúban. Számos fényképe és emléke van az akkori eseményekről. A legemlékezetesebb élmény számára a Don partjához köthető. Szatmári Jánossal hosszabban beszélgetünk a II. Világháború eseményeiről, fényképeink keresztül próbálunk majd a háborúban részt vett katona emlékeinek keresztül bepillantást nyerni az 1940-es évek elejébe. Köszöntöm nézőinket! Mai adásunkban egy kicsit a történelembe fogunk kalandozni. Körösladányban élt Szatmári János, aki részt vett a II. Világháborúban, 1940 és 1945 között szolgált. Most vele fogok beszélgetni, üdvözlöm! Köszönöm! Első kérdésem az lenne, hogy mit lehet tudni önről így a gyerekkoráról? Hogyan telt a gyerekkora, milyen iskolákat végzett el, mit lehet tudni a katonaság előtti életéről? Igen. A katonaság előtti életemről elkezdem azt, hogy az édesapám körösladányi basztalosmester volt. A körösladányi római katolikus iskolába kezdtem el a tanulmányaimat 6. osztályig. Valamennyi évfolyamban kitűnő eredménnyel végeztem el az iskoláimat. Utána kedvezménnyel polgáriba jártam Gyomára, ott is jeles eredménnyel végeztem el a polgári iskolát. Utána az édesapám levizsgáztatott az asztalos szakmába, és mint fiatal asztalos dolgoztam, nem az apám műhelyében, mert az apám elkerült Pestre a gazdasági válság következtében. Pesten szerzett magának munkát. Én pedig a sógoránál, aki szintén asztalos volt, ott fejeztem be az asztalos szakmai tanulmányaimat. 1939, ha jól tudom, szeptember 1-én vette kezdetét a II. Világháború, és ön 40-es években, 1940-ben lépett be, pontosan hogyan került bele ön is a II. Világháborúba, és mikor, és hova került pontosan? 39-ben besoroztak katonának, majd 40-ben behívtak Ceglédre a páncélos zászlajhoz, felderítő páncélos századhoz kerültem, ahol mivel a Leventébe nagyon magas eredménnyel végeztem el a morze tanulmányaimat, 120-as tempóval tudtam adni-venni a betűket lényegében, így ennek megfelelően századparancsnoki rádiós lettem. A századparancsnokom a Ludovika Akadémia páncélos tanszék vezető tanára volt. Egy olyan középnél alig magasabb, kicsit fekete, nagyon masszív ember volt, aki lényegében a Ludovika Akadémián a páncélos tanszéket vezette. Rendkívül kemény katona volt, büntetni úgy büntetett, hogy leadott 2 pofont, azzal el volt intézve. A helyettes ennek az ellenkezője volt, mert az úgy büntetett, hogy 1 hónapig nem mehet ki a városba, 1/2 évig nem mehet haza szabadságra. A társaság a századnál úgy volt vele, hogy inkább 2 pofon, mint hogy nem mehetek haza. Lényegében a századparancsnokom a Ludovika Akadémia páncélos tanszék vezető tanára volt. Így ennek megfelelően nyugodtan mondhatom, hogy a század kiképzése rendkívül magas szintű eredményt mutatott ki, amit nyugodtan mondhatom,
a fronton bizonyított, mert a mi századunknál felényi halott se volt, mint a többi századnál. Tehát rendkívül jó képzett, és nagyon vigyázott az embereire a századparancsnokunk. És ez Cegléd? Még, ez még Cegléd, amiről beszélt? Gyakorlatilag a kiképzés után a század Ceglédről lekerült Zentára, mert Ceglédre vonultunk be. Zentán akkor... Egy pillanat, és Cegléden hány hónapot töltött, azt lehet tudni? Vagy körülbelül mennyi időt töltöttek Cegléden? Egy olyan jó fél évet, ha nem többet. Cegléden mennyi időt töltöttek el? Tehát hány hónapot? Cegléden? Hát hirtelen nem is tudom, az igaz, hogy Zentáról áthelyeztek bennünket, meg kitört a háború. Tehát Ceglédről a század kikerült a frontra, és a frontról hazajövet, aztán lekerült Zentára. Mert a délvidék elfoglalásával Zenta visszakerült a magyar területekhez. Délvidékről mit lehet még tudni? Hát a délvidéken, hát Zenta tiszta magyar városottat olyan örömmel fogadták a zászlóaljat, a páncélos zászlóaljat, hogy nem igaz. Milyen emlékei vannak még a délvidékről? Ott mennyi időt töltöttek? Túl sokat nem, mert ugye a háború következtében átképeztek bennünket német harckocsira, és újra kikerültünk a frontra, tehát gyakorlatilag az első időszakban a Kárpátoktól Kijevig felderítő páncélos magyar páncélgépkocsival voltunk kint. 42-ben német harckocsikat kaptunk, gyakorlatilag, ha bár ezek cseh gyártmányúak voltak, de mivel Csehországot megszállták, a cseh harckocsikat átadták a magyar hadseregnek, a Skoda harckocsikat. Ezek 10 tonnás harckocsik voltak, 7 és feles ágyukkal voltak felszerelve, és 2 géppuskával. Ezzel az átvétellel megkezdtük a kiképzést, páncélos kiképzést. Gyakorlatilag a magyar páncélos hadosztály alapjait mi képeztük ki Cegléden. Tehát akkor úgy volt sorban az ön katonai élete, hogy Cegléden kezdtek, és utána kerültek délvidékre, utána ugye kikerültünk a Kárpátoktól Kijevig, felderítő páncélosként, megszállók voltunk különböző helyeken, a lakossággal elfogadható magatartást tanúsítottunk, a lakosság is velünk szembe. Tudnélik, hogy a határ Kárpátokon túl az lényegében nem orosz terület volt, és mivel az oroszok megszállták, mondhatjuk úgy is, hogy örömmel fogadták a magyar meg a német hadsereget azért, hogy az oroszoktól így meg tudnak szabadulni. Gyakorlatilag a kiképzés során, hirtelen nem jut eszembe, a határozon 20 kilométerre Kolomeába töltöttünk sok időt, onnan kerültünk haza Magyarországra, és többenket beosztottak német harckocsi kiképzésre, ennek megfelelően Berlin mellett Winsdorfba 3 hónapos német páncélos kiképzést kaptunk. Mi képeztük aztán ki a lényegű a magyar páncélos hadosztályt. Kicsit beszéljünk a frontról. Mikor indultak ki a frontra, azt lehet tudni? Hogyne. Dátum szerint tudja? Emlékszik még arra, hogy mikor indultak 42. ki? 42. júniusában indítottak bennünket. Gyakorlatilag a Felvidéken keresztül Észtországig mentünk fel, és közel a tengerparthoz fordultunk Moszkva irányába, és Moszkvától 100 kilométerre, a fronttól visszább egy 20 kilométerre, a Don közepéig levittek bennünket, oda vitték ki a második magyar hadsereget, és a
második magyar hadseregnek a páncélos hadosztályába voltam én is beosztva, századparancsnoki rádiós. Lehet tudni, hogy hányan voltak, akik így kiindultak a frontra? Hát ezt nem tudom megmondani, hát ugye több had, 11 hadosztály volt. Hát ha a 8000-es átlagot veszünk, akkor is ugye az több mint 80 ezer ember, mert a kisegítő egységek meg aztán még külön vannak. Említettük, hogy ön körösladányi. Körösladányból hányan indultak ki? Ladányi nem volt velem. Páncélosoknál, annál a zászlajnál, egyedül én voltam körösladányi. És innen a Sárétről más valaki? Én hozzáteszem egy dolgot. Azt, hogy a páncélos hadosztályban voltak délvidékiek, Újvidéktől kezdve Zentáig, vagy nyugodtan mondhatom, a keleti Kárpátoktól, Marosvásárhelytől kezdve Szombathelyig. Ország minden nagyobb városából volt a századnál valaki, vagy falujából. És azt nem kérdeztem meg a beszélgetés elején, hogy hát azért beszéltük, hogy 39-40-es években lett katona, de akkor hány éves volt ön? Lehet-e ilyet kérdezni? Hát 18-ban születtem, tehát 22-23. És általában ott a katonaságnál hány éves férfiak, fiatalok szolgáltak? Gyakorlatilag a sorozás 21 éves korban történt, és a 21 éves kor betöltése után általában akkor hívták be, attól függ, hogy milyen katonai egységhez, attól függött az időpont. A leghosszabb időpontot a páncélosok meg a repülők kapták. Ott volt a kiképzés leghosszabb. Mert gyakorlatilag ugye nem csak a kiképzést kellett befejezni, hanem be kellett gyakorolni, amit tanultunk. És ez több idő kellett, mint az egyszerű gyalogságnál. Beszéljünk egy kicsit a harcokról. A harcokról, hogy hol milyen harcok voltak, hol vett részt ön, és mi volt a feladata ott abban a harcban? Gyakorlatilag a páncélos hadosztályt a Donhoz azért vitték ki, mert a németekkel történt megállapodás során a magyar hadsereg mellett román és olasz hadsereg volt a Don vonalon. Mert a német hadsereg utána tovább támadott, ment le a Kaukázusnak. Tehát gyakorlatilag mellettünk voltak olaszok is, voltak románok is. Úgyhogy volt, mikor a vonuló csapat rajtunk keresztül ment a saját arcvonalába, a magyar megszállt területen keresztül. Egyébként az olaszokról annyit azért elmondok, hogy oda kimondottan egy válogatott hadosztály került ki mellénk. Jó, zömében azt hiszem igencsak észak-olaszok lehettek. Hát a 192 méteres egyenes szálú gyerekek voltak. Mert a déli olaszok sokkal alacsonyabbak, meg sokkal sötétebb bőrek, tehát lényegében elmondhatom azt is, hogy elit egységet küldtek ki az olaszok a Don partjára. Gyakorlatilag a Don parton a magyar hadseregen körülbelül 100-120 kilométeres arcvonal szakaszt kapott, és nekünk páncélosoknak az volt a feladatunk, hogy a arcvonal mögött úgy helyezkedtünk el, hogyha valahol probléma volt, minél hamarabb oda tudjanak besegíteni, vinni, a gyalogságot segíteni. Mert az igazság az, hogy akkor még mi nem ismertük az orosz páncélosoknak a felszereltségét, de mondjak két dolgot. Volt nekik, nem tudom hirtelen megmondani, de 40 tonnás
15-ös ágyúval felszerelt harckocsijuk. Hát legjobb a T-34 volt, az 10 centis páncélfallal volt elül, és 7 és feles messzehordó, nagyon jó, átütő erejű ágyúval voltak felszerelve, és olyan tömeggel gyártották, hogy szinte egy-egy támadáskor százasával láttuk őket jönni. Egy kicsit arról beszéljünk még, hogy hol volt veszélyben, melyek voltak azok a területek, ahol mondjuk az élete veszélyben volt, vagy melyek azok a részek, ahol olyan helyzetbe került, hogy veszélybe került az élete. Itt már előzetesen mesélt nekem egy-két ilyen történetet, és még mai napig is őrzi a nyomait ennek. Hát hirtelen nem tudom megmondani, a naplom megvan, a Dani naplom 90%-ba. Az egyik támadásnál közelről kilőtték a harckocsit a lábomnál, és egy szerencsém volt, hogy a lábom megmaradt, mert a Donparton úgy voltunk elhelyezve, hogy a lakossággal ne legyen kapcsolat, és lehetőleg a lakosság ne tudja, hogy milyen katonai erő van. Erdőben voltunk elhelyezkedve, és az az erdőség, ahol mi voltunk, mellettünk egy közel 1000 holdas krumpliföld volt. Nem szép dolog, a kaja kevés volt. Loptuk a krumplit, megfőztük, azt hozzátettük a kajához. És egy ilyen alkalommal a lábamhoz a félig fő 10 literes kondér, félig főtt krumplival betettem a harckocsi elejébe, úgyhogy a lábam így volt összehúzva, mert nem tudtam kinyújtani. Hogy ez milyen szerencse volt, ott lőtték ki a harckocsit, a krumpli félig főve eltűnt, de a lábom megmaradt. Mesélt nekem így előzetesen még korábban egy másik történetet is. Az valahol itt van annak a nyoma. Hát gyakorlatilag az helyzet az, hogy 42 telén nem kell mondani, hogy a Don mennyire van a magyar határtól. Most tessék elképzelni, hogy azt a hadsereget innen Magyarországról ellátni. Most gyakorlatilag probléma volt a rendszerrel olyan értelemben, hogy a páncélosok nagyon kevés benzint kaptak. És mivel kevés volt a benzin, ott kellett hagyni a harckocsit. Elfogyott a benzin, gyakorlatilag az én harckocsim volt a Suhai hadnagyja, mi voltunk a magyar hadsereg utóvéd biztosítója. És gyakorlatilag a 42 fokos hidegbe ki kellett szállni a kocsiból, és gyalog folytatni az utat. És akkor sebesültem meg a utóvéd harcokba. Az itthoniakkal hogyan tudták tartani a kapcsolatot? Volt arra lehetőség, hogy mondjuk levelet írjanak haza? Persze, a levelezés az tökéletes volt, úgyhogy általában minden héten, amikor megjött a levél, 2-3 naponként megkaptuk a leveleket, a milyenket pedig küldték haza. Tehát mondjuk elég jó tájékozódva voltunk bizonyos fokig az itthoni helyzetről is. És ezeket a veszélyes történéseket, amik történtek önökkel, azokat leírták a levélben? Nekem megvan a naplóm. És azokban részletesen? Minden nap vezettem a napi eseményeket. Hát persze, kicsit szebben kellett írni, mert ugyan a századparancsnokom, meg a szakaszparancsnokom, a hadnagy, meg a százados, azok tudták, hogy vezetek naplót, nem volt szabad, de azt mondta a századparancsnok és századírnok is voltam. Amellett, hogy harckocsiban. Nekem az volt a kellemetlen, hogy én hátul nem pihenhettem, mert ha hátra vonultunk, akkor írni kellett a századparancsnoknak a naplóját, gyakorlatilag az eseményeket, amit kellett hazaküldeni. Úgyhogy elmondhatom, hogy
amellett, hogy szerencsém volt, lyukas a vállam, lyukas a combom, így könyököltem. Ha lejjebb megy, elviszi a csontot, ha feljebb jön, elviszi a könyökömet. A köpenybe 4 kézi gránát volt, az felfogta a töltényt, nem kaptam haslövést, mert haslövést kapok egy óra, 42 fokos hideg volt. Elmondhatom, hogy hihetetlen szerencsém is volt. Azok, akik önnel voltak, mondjuk a közvetlen közelében voltak katonák is, akikkel ön együtt szolgált, azok közül hányan tértek haza? Azt lehet tudni? A század nagyon kevés halottja volt, a századnak 11 néhány a 130-ból. Azokkal nagyon sokáig tartottam a kapcsolatot. Volt sajnos olyan esetem is, hogy hazajöttem szabadságra. A dévabányai srác halt hősi halált, annak a holmiát, ami egyéni holmi volt, karóra, meg ilyesmi, gyűrű, azt a szülőknek én hoztam haza Ványára. Azt hiszem nem kell mondani, hogy a szülőknek elmondani a fiúk halála esetét, hogy egy rettentes, megdöbbentő feladat volt. Arról beszéljünk még egy kicsit, hogy pontosan, azt említettük már, hogy 39-ben vonult meg, 40-től szolgált, és 45-ben tért haza, ha jól tudom. Pontosan lehet tudni, hogy melyik hónapban, vagy pontosan mikor tért haza? És mikor jöhettek haza? Igen. Grác mellől jöttem haza 45 nyarán. Június-júliusban. Gyalog. Hazajöveteles során milyen? Gyakorlatilag az történt, hogy a front annyira szétzilálódott, hogy hárman bementünk egy paraszthoz, azt mondta, hogy ne menjenek tovább, vége lesz a háborúnak. Nekem itt annyi bajom van, legalább tudnak segíteni, adok kaját, kosztot. Meg adott nekem egy öltöny, katonaruha helyett egy öltöny, civil ruhát. Én használtam. A másiknak egy másik tanyasi német adott, ott Grác mellett. Úgyhogy úgy szétszóródva aztán megtartottuk a kapcsolatot, és onnan kerültem gyalog haza. Mennyi idő alatt ért haza? Hát én nem tudom megmondani, hogy több mint egy hétig gyalogoltam Pestig. Nem egy esetben kinnaludtam a Szántóföldön, a Szalmakazalba. És Pestől? Pesten élt az öcsém, meg az anyámnak a testvérei, 3 testvére Pesten. És a legidősebb nővérihez azzal volt a legjobb kapcsolatom, meg ott volt egy fiú, meg egy lányunok a testvérem, oda mentem. Ők azt elláttak, és utána aztán Pestről megint gyalog hazaladányig. És az hány nap volt? 3 nap. És itt Körösladányban, amikor hazaért, mi fogadta? Hát ugye halálhíremet közölték, mindenki meglepődött, hogy élek. A anyámnak a féltestvérének a műhelyébe dolgoztam, úgyhogy oda mentem. Ott azt meg is örültek, hogy van, aki a műhely tudja vezetni, mert a unokatestvérem az is katona volt, 1 éve volt idősebb, mint én, az még akkor nem került haza. Ugye arról se tudtak semmit. Hát az az időszak egy rettentes állapot volt. Hát volt, Ladányban van olyan, aki a Kaukázuson túlról került haza. De gondolom sokan azért oda is vesztek, ilyen különféle megemlékezések. Hogy vagy? Megemlékezések, azok voltak-e? Esetleg azokra Általában
két füzet van teleírva a megemlékezés. Általában leírtam mindig a lényeget. Az megvan. Jó, még egy olyan kérdésem lenne, hogy a háború után volt-e katona? Vagy a katonaságot második világháborúval letudta? Hát letettem a mestervizsgát, azt iparengedélyt váltottam, és asztalos szakmát kezdtem el. Apám szintén asztalos volt, ő nála tettem le a vizsgát, úgyhogy úgy folytattam. És akkor még egy olyan kérdésem lenne, hogy hát azért úgy gondolom, hogy nem sok embernek vannak olyan emlékei a második világháborúról, ami akár mondjuk kézzel is fogható, hiszen le van fényképezve, nagyon sok fényképe van. Ezeket a fényképeket hogyan tudta megőrizni? Azt említette, hogy nagyon sok írása, naplója megmaradt, de emellett még fényképek is. Az a helyzet, hogy a nagynénémre volt bízva a fényképezőgép is, meg a fényképek is, nem a kész fényképek, hanem a film. És mikor hazajöttem, akkor hívtam elő. Annak nem lehetett vele foglalkozni. Itthon meg az unoka bátyám is katona volt, a nagynéném nem foglalkozhatott vele. És hogy nem vették el öntől a fényképezőgépet, vagy ezeket a filmkockákat? Hát szerencsém volt, hát nem. Azért nem sok ember mondhatja el magáról, hogy ilyen rengeteg fényképet ért haza. Az igazság, hogy a századnál a hadnagyon kívül nekem volt. És a hadnaggyal kicseréltük a felvételeket. Tehát ami fényképet csinált, azt nekem adta ide, én meg neki adtam oda, úgyhogy így tudtuk kiegészíteni, amint látja, hogy van bőven. Sen lehet tudni, hogy körülbelül hány fényképe maradt meg? Összesen hány fényképe maradt meg? Hát ez körülbelül majdnem ennyivel. Azokat leszámítva, amik eltűnögetnek, úgy összesen körülbelül mennyi maradt? Körülbelül ennyi veszett oda, mint amennyi megmaradt. Mert amit leraktam a albumba, az megmaradt, de ami csomagba volt, hogy lerakjam majd, az oda veszett. Nem tudom. Az a helyzet, hogy lehet, hogy a nagynémnémék elégették. Ugye, hogy bejöttek az oroszok, kutakodtak is, és attól féltek, hogyha megtalálják az én felvételeimet, akkor ők emiatt szorulni fognak, mert az van, hogyha igaz, hogy nagynéném volt, de rá azt mondták, hogy a maga gyereke ellenünk harcolt, akkor hogy viselkednek vele szembe? Mert voltam ilyen. Nem egy esetben, lehet, hogy hallott is ilyesmit, hogy... Egy picit még egy-két fényképről beszélgessünk, jó? Akkor ezt így röviden... Mindjárt mondom. Akkor van itt ez a kép. Igen. Na erről milyen emlékei vannak? A magyar páncélos hadosztálynak 40 tagját Németországba képezték ki páncélossá, a hadosztályt pedig mi képeztük ki. Ez a két német tiszt, oktató tiszt volt, Berlin mellett Potsdamban voltunk egy páncélos laktanyába. Ez az épület Nagy Frigyesnek a nyári palotája. Potsdamban. Vannak itt még számtalan fénykép van itt. Akár nézhetjük ezeket. Ez a harckocsi. Összejövetel? Ő a parancsnok, én voltam a rádiós, ő a lövész. És ő? Ki? Ez az akkori fényképen. Aha, tehát ez ön lenne katonaként. Igen. Hát tényleg nagyon fiatal volt. Ez pedig a század jelentős része. Itt van egy istentelen szerencsés fickó, Kassa Jenő Bárándi születésű, egyébként eredetileg nyomdász. Kilőtték a harckocsit,
sérülés nélkül megúszta, a századparasztnok helyettes, a lövész Hősi halált halt, az első vezető megsebesült neki, egy hajaszálon nem görbült meg. Na akkor van még itt egy ilyen. Itt van, és szintén ő. Aha. Tehát ő nagyon szerencsés ember. Rengeteg kitüntetést kapott. Olyan mázlia volt, hogy a legrohadtabb helyzeteket megúszta élve, sérülés nélkül. Van itt egy ilyen. Na ez mi lenne? Ezt kik kapták, vagy? Ez Körösbadányba készült ez a kép. A Ligetbe, mikor otthon voltam, és ezt a képet ragasztottam oda. Ezeken a helyeken voltunk támadásba. És ez a 1900, tehát ez a 1942. április 8-tól 1943. április 8-ig, igen. Tehát egy év. Na most századírnok voltam. Ezeket én csináltam meg, én terveztem meg, a nyomdába én csináltam meg, és azt mondta a szádparasztnak, na ide figyelj, mindenki kap egyet. Egy ilyet emlékül, aki lesz rá. De önnek kettő van ebből. Várjam. Na, az hogy lehet? Olvassa, mi van ide írva? Aki jól bűvészkedett, az kitüntetés. Az kitüntetés. De van egy másik, hol a másik? Egy van ilyen? Valahol egy másik is, igen, azt láttam. Tessék? Arra pedig kiírt rá a másikra, az most nincs. Másikra meg mi van írva, én nem tudom elolvasni. Ezt tudja elolvasni? Nem tudom, az kiírta. Te gaz fickó, neked már írtam egyet, hova tetted a másikat? No, de mert bátran viselkedtél, megkapod ezt is. És amúgy mindenki csak egyet kapott ebből, önnek mindenki kettő egyet is kapott, volt. De aki jó bűvészkedett, az kitüntetést kap. Nem tetszett, hogy ezt írta. De miért írta ezt? Kinn a fronton, hogy eltereljük a figyelmet a veszélytől. Én egy bűvészt játszottam meg, de úgy játszottam meg, hogy mindig úgy játszottam, hogy lássák, hogy csalok. A százados úrnak borzasztó tetszett ez a mert a század így eltöltötte az időt, és mindenki halálra röhögte magát, ahogy bemutattam, hogy hogy csal a bűvész, és ezért kaptam, hogy aki jó bűvészkedett, kitüntetést kap. Jó, és akkor már csak néhány szót szeretném, hogyha ejtenénk még ezekről a képekről, azért én nézem, hogy például itt a donkanyaros képeket látom. Itt pont a donkanyaros képeket látom. Igen. Hogy lehet az, hogy ilyen egészen jó képeket tudott hazahozni, nagyon és jó. Ezek így megmaradtak? Folklender fényképezőgépen volt, nagyon jó gép volt az. Az akkori időkben egyik legjobb fényképezőgép volt. És azért láthatjuk, hogy itt a... Ez pont a századparancsnokom. Egy ilyen ukrán paraszttal beszélget, tájékozódik nála, hogy mi van. Itt pedig mossuk a nyeperbe azért a páncélgépkocsit. Aztán... Na ez mi? Milyen kép? Ez a határon nem messze egy nagyváros. Ebben a laktanyában voltunk, egy hatalmas laktanya. Hányan voltak ott abban a laknyában? Több százan. Több százan. Nézzünk még egy pár képet. Na, itt rengeteg kocsi van itt, vagy tank van. A páncélos egység. Hova mennek itt? Megyünk át Oroszországba, itt a Kárpátokba, itt vonulunk fel a támadásra. Mert ugye a Kárpátok csúcsától lefele már orosz terület. Uh-huh. Tehát viszont. rengeteg kép van itt. Na, itt egy kilőtt orosz harckocsi, beleszaladt a vízbe a kilövés után. Uh-huh. De azért, hogy ha nézzük a képeket, azért az a 40-es évektől 45-ig, amit tudott, mindent próbált megörökíteni. Na látja, ez egy orosz harckocsi, 50 tonnás. A világnak ez volt a legnehezebb harckocsia.
Itt is azért rengeteg harckocsi van megörökítve katonákkal együtt. Ez magyar harckocsi, ez légen hárító ágyóval tud a repülőre is, meg páncélos ki tud lőni. Ez nagyon, nagyon okos magyar páncélos volt. Itt meg már ezek téli képek, 42. Berlintől 40 kilométerre volt a németeknek a páncélos kiképző tábora, ott képeztek ki bennünket télen, és tavasszal mi képeztük ki a magyarokat, nyáron pedig mentünk a frontra. Hát ezekről a képekről még érdemes lenne majd egyszer beszélgetnünk. Amikor csak a képekről beszélgetünk, ma azért rengeteg-rengeteg kép van, katonákkal, civil emberekkel, repülőkkel, tankokkal, emlékhelyekkel, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok képe van. És a gyakorlat után, ez kint van Németországban, Wiesdorfban. Az egy hatalmas nagy, ez is az, hatalmas nagy kiképző tábor. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát hogyha már itt vagyunk a Szeghalmon, a Mundérbabúj történelem címet viselő kiállításon, ahol első-második világháborús emlékek találhatóak meg itt, azért szerintem nézzünk szét, mi is hát, ha lát ön is egy-két emléket, amiről valamilyen 42-es, 43-as, 44-es emléket fel tud eleveníteni nekünk. Hát említettem az előbb, hogy itt szétnézzünk egy kicsit a kiállításon, ahol a második világháborús emlékek vannak, és itt ebben a sarokban ruhákat látunk, illetve különféle kitüntetések. Igen. Ruhák közül kitüntet, melyik ismerős, melyik volt esetleg önnek, és volt-e valamelyik a kitüntetésből önnek is? Hát nekem kitüntetés, ez de nincs meg, meg egy ezüstvitézségi érmem van. Uh-huh. Illetve egyik sincs meg, mert ugye bejöttek az oroszok, a rokonok eltüntették, mert azok, amit lehetett, ugye igyekeztek. A kutakodás során féltek, hogy megtalálják. Igen, amit említett, még most így az előbbiekben beszélgettünk, az az ön fényképe ott, igaz? Tessék? Az ott ön, igen, látható azon a igen, fényképen. Akkor most tizedes voltam. Igen, itt még láthatunk sapkát. Melyik volt az, amelyik az ön részlegére volt jellemző? Ezek voltak. Uh-huh. Ezek télen, úgy lehajtva, melegebbek voltak, mert az ember fülit fogta meg itt az állát. Az meg azt hiszem cserkész kalap. Igen. Igen, és... Tehát nagyon sok minden van itt ezen a kiállításon, igen, akár fegyverek is, gondolom, igen, sok-sok hát emlék van. A régi katona egyenruha, ez egy újabb, ugye? Egy-két fegyvert nézzünk még meg hátam. Azért láttuk már az előbbiekben, okay, hogy ott valamelyik azért nagy van kötődött az ön munkájához. Azt egy ilyen fegyvert, ilyen típusú fegyvert használt is ön. Igen. Mert ez nem ismerős egyik se. De akkor ez olyasmi, igen, fegyver, mint amilyet ön használt. Itt ezen mert a részen... ugyanilyen volt a szurony. Itt ezen a részen... Ez orosz géppuska volt, illetve nem éppen géppuska, de hasonló. Golyószórónak súfoltuk. Ez nem ismerős. Menjünk át a másik terembe, mert ott viszont van egy. Ezek aknák. Menjünk át a másik terembe, mert ott viszont van egy olyan fegyver, amihez van valamilyen emléke. Kezdtünk egy másik részhez, itt van egy érdekes. Igen, ez egy orosz nehéz puska. Tomba. Korábbiakban beszéltünk már pár szót, és ez van egy külön emléke, egy külön története. Na hát tessék elmesélni most nekünk megint azt a történetet, amit már korábban nekem tetszett mondani. Hogy milyen emléke van ezzel? Ja, igen. A páncél gépkocsival kilőtték a kocsit a lábomnál ezzel a fegyverrel, és a sofőr megijedt, meg akart állni.
lerúgtam a lábát a pedálról, rátapostam a gázra, és a két oroszt eltapostuk, a fegyvert pedig tönkretettük. Szerencsém volt, a lábam nem sérült meg. Hát két-három napig nem nagyon tudtam lábra állni a robbanástól, de a szikra kívül, tehát a robbanáskor ugye szétmegy a töltény, az nem okozott sérülést, csak a bakancsom talpa tönkre ment. Hát ugye ez nekem egy ilyen kellemetlen emlékem van erről. Amellett erős napfény volt, és hogy ilyen hosszú volt, az ember ágyúnak nézte, mert ezt látta jobban. És akkor, mikor már tapostuk, akkor ugye elbillent, és akkor láttuk, hogy csak ilyen. De nagyon veszélyes fegyver volt. Állítólag ezt az oroszok az amerikaiaktól lopták ki. Hát Jani bácsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a történeteket, meg ezeket az emlékeket megosztotta velünk, és hát remélem azért még lesz alkalmunk kicsit többet beszélgetni akár még ezekről a képekről, amiket nincs, láttunk. Nincs semmi különös. Hát még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket megosztotta velünk. Szatmári Jani bácsi tehát 1939-ben sorozták be, és 1945-ben térhetett haza. Ahogy az előbbiekben is elmeséltem, nagyon sok minden történt vele ez alatt az 5-6 év alatt, nagyon sok veszélyes helyzetbe is került, illetve nagyon sok emléke is van erről a 4-5-6 évről is, amit többek között fényképekkel is alá tud nekünk támasztani, és a fényképei alapján is tudott nekünk mesélni. Valamint itt a Túri János magángyűjteményében a Mundérbabúj történelem címet viselő kiállításon is nagyon sok emlékkel és nagyon sok ismerős tárgyal találkozott Jani bácsi. Reméljük egy következő, egy későbbi adásunkban hasonló személyekkel és hasonló történetekkel számolhatunk be önöknek, tehát hasonló személyekkel készítünk majd interjút. Tartsanak velünk majd akkor is, viszontlátásra!